Közös bennünk, hogy nyerni akarunk. A bajnoki rajton beragadó zöldfehérek a meglepetés után újabb meglepetést terveztek pénteken a szintén liga aranyra hajtó Dunaújváros ellen. Kemény mezőnyjátékot és kevés helyzetet hoztak az első percek a meccsen, majd a 7. percben egy fradi támadás jelentett veszélyt először a kapura. A 11. percben már nem csak veszélyt, gólt is hozott a hazaiak támadása, McLaughlin passzát a légióstárs Davis némi szerencsével ütötte a hálóba. Sokáig nem örülhettek a vezetésnek a zöldek, alig egy perccel az első gól után Azari a kapu mögül hozta helyzetbe Galaniszt, aki nem hibázott. Fordulatos jó meccset választott péntek esti programnak tett Széttör magyar szövetségi kapitány, aki a Pesterzsébeti csarnokban kezdte meg a válogatott játékosok feltérképezését. Nos, számos név van a noteszomban, és rögtön az interjú után beszélek is az edzőkkel, megkérdezem az ő véleményüket. Akárcsak a Csíkszereda ellen kedden, most is küzdött, hajtott a Fradi, és ez a 16. percben ismét eredményt hozott. Jánosi adta középre a korongot, amit Hoffman továbbított a hálóba. A harmad utolsó percében még egy nagy újvárosi helyzet színesítette a meccset, de a vendégjátékosok túl korán örültek, Budai megfogta a korongot. A második játék részben 10 perci mezőnyjáték után egalizált a DAB. Emberelőnyben adogattak a vendégek, Galanisz adta a kapuval szemben a kék vonalon várakozó Hegyihez a pakkot, váratlan és pontos lövése pedig utat talált a kapuba. Hát egy könnyű passz kaptam, igazából ezt úgy hívjuk, hogy uzsonnás passz. Könnyű volt meglőni, a kapus előtt volt forgalom, és így sikerült betalálnom. A 35. percben 3-2 ellen támadott a Fradi. Rajnoha vállalkozott lövésre, a korong kipattant kisről, de az ismétlésnél már a kapuban kötött ki a pak. A harmadik 20 percben egyre élesebbé vált a küzdelem a jégen, jó iramú harcos meccset láthattak a Fradi Videóton foci derbi helyett hokira szavazó hazai szurkolók, igaz, a meccs ezen szakaszában örömre nem volt okuk. A 43. percben előnyben Galanisz szinte lemásolt a Hegyi távoli találatát, majd másfél perccel később a meccs során először a vezetést is átvette a DAB, egy légiós góllal, korolpasszát Max Wayne értékesítette. A gól nem szegte kedvét a hazaiaknak, mentek előre és hajtottak az egyenlítésért, ami az 55. percben sikerült is. Emberhátrányban támadott a DAB, de csak helyzetig jutottak, jött a kontra, Hoffman passzolt fejhez, aki elsőre hibázott, de az ismétlésnél már nem tudott menteni kis. Az utolsó percekben mindkét oldalon adódott esély a gólszerzésre, de a rendes játékidő nem hozott döntést a pontok sorsáról. A hajtós bunyókkal tarkított hosszabbítás 3. percében végül eldőlt a mérkőzés, Tőkési Lajos szerezte a dunaújvárosiak győztes találatát. Ez a játék normál menete. Elfogadom a DAB játék stílusát. A kanadai edző agresszív játékot kér tőlük. Erősek és sokat támadnak. 4 nagyon jó soruk van, úgyhogy ahogy telik a játékidő, a csapatuk mindig csak jön előre. Mivel mi csak 2 sort variáltunk, a fiúk kezdtek fáradni, és ezt ők rögtön észrevették. Tényleg nem volt egyszerű. A csapatom kicsit slamposan játszott, sokat hibáztak, ami nem jellemző rájuk. Remélem legközelebb jobbak lesznek. Igazából tudtuk, hogy itt nehéz lesz. A Fradi a hazai pályán mindig erősen játszik. Látszik a kanadai edzőnek a munkája már most, úgyhogy nagyon komolyan kell velük számolni a bajnokságban. Én azt tudnám kiemelni, hogy azért 4-3-ról föl tudtunk állni itt a végén. Azért ez nagyon nagy akaraterő és meló kellett. A hosszabbítás miatt kicsit csalódott vagyok, mert azt hittem, hogy meg fogjuk tudni nyerni ezt a mérkőzést. De hát ilyen a hoki, megbosszult önmagát, mi sajnos emberölnyben nem tudtuk belőni a helyzeteinket. Az ellenfél meg az első emberölnyéből gólt lőtt ugye a hosszabbításban. Hát sajnos ez van, tanulnunk kell belőle, majd nyilván elemezni fogjuk a videón a holnapi napon, úgyhogy a következő mérkőzésre ezt a hibát megpróbáljuk majd elkerülni. A Ferencváros a pénteki játékával esélyesként lép pályára, a Vasastól csak szoros vereséget szenvedő Miskolc otthonában, míg a Dunaújváros hazai pályán mérkőzik majd a Vasassal. Közös bennünk, hogy nyerni akarunk.